Zenélő Karácsonyfa díszítette azt az asztalt, amelyre újra és újra újabb műanyag edények kerültek a piac mellett. A Jobbik konzervatívok képviseletében érkezett ide száz adag étellel László Ágnes és Varga Franciska. Nem először, már harmadik alkalommal szerettek volna így kedveskedni karácsony közelettével a piac felé járóknak. A tél beköszöntével egy fontosabb, hogy segítsünk embertársainkon, hogy próbáljunk valamilyen kis ajándékot adni egymásnak, vagy jobban ide figyeljünk egyáltalán, mert hiszen valakinek nincs szüksége csak egy kis mosolyra, hogy jobb legyen a napja. Ezért is immár harmadik alkalommal a Jobbik konzervatívok szervezésébe és finanszírozásában megvalósul egy száz adag étel kiosztása. És nem csak a rászorulóknak, bárkinek szívesen adtak az egy tál ételből, akinek szüksége volt egy kis melegségre, hiszen az étel is az volt még. Szeretném megköszönni az egyik belvárosi étteremnek a közreműködését, nélkülük ez nem jöhetett volna létre, hiszen ők segítettek a főzésben. Aki pedig a bolonyait nem kérte, vehetett szaloncukrot. A gyerekeknek pedig még színezővel is készültek. A tapasztalat most is az volt, hogy a szaloncukor nagyon népszerű. De sajnos az is tapasztalat lett, mondta Varga Franciska, hogy sokan tartózkodóak voltak, nehezen mentek oda az asztalhoz. De igyekeztek mindenkit megszólítani, hogy valóban célba érhessen a századagnyi melegség.